Céklás, céklás smoothie. Sose gondoltam volna, hogy ilyet fogok inni. Na jó. Akkor kezdjük el. Sziasztok itt, Karen, és üdvözöllek titeket a csatornámon. Nyájtolásról fogunk beszélgetni. Most egész konkrétan egy sorozatot fogok készíteni. Volt nemrég egy olyan videóm, amikor egy hónapon keresztül minden nap tanultam spanyolul, és aztán ezt követően gyűjtöttem össze a tapasztalataimat ezzel kapcsolatban, és készítettem erről egy videót, és, és akkor már így csöpögtettem kicsit előre, hogy még szívesen készítenék további nyelvtanulással kapcsolatos tartalmakat. Úgy gondoltam, hogy hogy elkészítek egy videót, amiben megmutatom a saját rutinomat, ami, ami, így a nyelvtanulásomat, azt, hogy én hogyan tanulok nyelvet, azt valahogy így összefoglalná, és utána rájöttem, hogy ez egy annyira tág téma, ha ezt egy videóban megpróbálnám az, az egészet így, így bele szuszakolni, akkor valószínűleg, hogy senki nem nézné végig a videót. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy három részre szedem, és egy sorozat lesz, és most a szótanulással fogunk kezdeni, ami az abszolút, az egyik legátfogóbb része tulajdonképpen az egész nyelvtanulás témának. És hadd mondjam el, hogy miért. Szóval a szótanulás az lesz az a része a nyelvtanulásnak, legyen szó bármilyen nyelvről, amit te tanulsz, vagy szeretnél tanulni. Tehát a szótanulás lesz az, ami minden egyes területen fel fog merülni. Legyen szó akár nyelvtanról, akár hallgatásról, beszédről, kiejtésről, bármi. Mindig nagyon fontos lesz a szókincsed, és mindig fognak új és új szavak felmerülni, amiket valahogy, hát tárolnod kell, rendezned kell, meg kell tanulnod. Na most a szótanulás szerencsére nem ilyen fekete-fehér dolog, hanem ebben is úgy látom, hogy rengeteg módszer van, és rengeteg útja van annak, hogy hogyan tanulhatod meg a szavakat. Ugyanis amivel szembesülni fogsz, főleg, hogyha kezdő vagy egy nyelvben, az az, hogy rengeteg szó van. Igen, gondolom, hogy ez nem lepett meg téged, ennek a mennyisége az akkor fog igazán meglepni, amikor elkezded összeírni őket. Ezt azért mondom, mert egy számomra is egy, egy szinte egy, egy, hatalmas szembesülés volt, amikor számszerűsíteni tudtam azt, hogy mennyi szót tanulok meg egy bizonyos időszak alatt. Az, a legutóbbi videóban ebben, a, ebben az egy hónapos, hát ilyen, próba vagy ilyen egy hónapos kihívás videóban említettem, hogy nekem van egy Excel táblázatom, és hogy én ide az Excelbe írom az új szavakat, amiket megtanulok. Hát ugye itt látom azt, hogy mennyit haladok, ezt azóta is folytatom, meg ezt tartom, mert hogy nekem ez a módszer nagyon jól bevált, meg is fogom mutatni, és itt ugye látom azt, hogy mennyi szót tanultam meg összesen. És ahogy így szembesültem vele, rájöttem, hogy ez rengeteg, és ennél még csak több lesz. És mielőtt belevágnánk, hogy megnézzük konkrétan azokat a módszereket, amiket én használok, és ahogy használom őket, szeretném elmondani, hogy lesz a végén egy kis meglepetés. És ez, az első alkalom, hogy itt Youtube-on van valamilyen együttműködés így a videóm keretei közt és én nagyon remélem, hogy ennek majd te is örülni fogsz, úgyhogy ha itt maradsz velem a végéig, akkor, hát akkor majd megmutatom neked, hogy konkrétan miről is lenne szó. Tehát nézzük is akkor most egyből az Excel-t, hogy én hogyan vezetem tulajdonképpen az Excel-ben az új felmerülő szavakat, amikkel találkozom. Szerintem nagyon fontos, hogy a kezdetektől fogva, amikor valamilyen nyelvet tanulsz, akkor jegyezd fel a szavakat, hogy valahol legyen neked ez összesítve, hogy valahol át tud látni, hogy, hogy mik azok az új szavak, amiket megtanulsz. Számomra ez egy Excel táblázatban realizálódott, és már az elején láttam, hogy nem lesz elég csak egyszerű egy összeömlesztett ilyen ö, része ennek az Excelnek, én ezért hoztam létre, ahogy láthatod, külön füleket, ö, nálam külön vannak a főnevek, az igék, a melléknevek, kifejezések és időhatározók. Amikor a legelején indultam, csak az első három volt meg, és a, a kifejezések és az időhatározók is később kerültek oda. Illetve amit majd láthatsz itt mindegyiknél, az az lesz, hogy különböző mennyiségű szó került be az egyes csoportokba. A főnevek és az igék az egyértelműen a legtöbb, az a leggyakoribb, de hát a melléknevekből és a kifejezésekből is van bőven. A kifejezések az nálam minden olyan állandósult kifejezés, vagy vagy különböző módon kifejezhető szándék, vagy valamilyen jelentés, amit nem egy szóval fejezünk ki, tehát nem egyértelműen mondható az, hogy ez egy főnév, vagy ez egy ige, és, és ezért én ezeknek egy, egy külön részt hoztam létre. Na most, amikor én tanultam ezeket a szavakat, a legelején is láttam, hogy mindenképp szükség lesz valahogy elválasztanom azokat a szavakat, amiket már megtanultam, és azokat, amiket még nem. Azért, mert ahogy gyűlnek a szavak, azt fogod észrevenni, hogy egyszerűen túl időigényessé és valahogy már túl megterhelővé fog válni, hogy minden nap vagy minden alkalommal az összes szót újra tanuld. Az csak egyszerűen túl sok. Hogyha már elérsz egy bizonyos pontig, akkor, Onnantól az már fárasztó lesz, hát nagyjából a tanulási idődet az teljes egészében fel is emésztheti. Úgyhogy én erre azt találtam ki, hogy amikor egy, egy új szót írok fel, akkor alapjában véve ez a vastagított betűvel fogom írni, és mikor tanulom ezeket a kifejezéseket, akkor pedig ahogy láthatod, amely, amely szavakat már megtanultam, azokat pedig azokról leveszem ezt a vastagítást, és akkor így egy, egészen egyértelműen tudom megkülönböztetni, hogy melyek azok, amelyeket újra kell ismételnem, és melyek azok, amelyeket már nem kell. Ami nálam még egyes esetekben nagyon jól vált, és ami szerintem a szótanulásban általánosságban nagyon sokat segít, az, hogyha egyből egy példamondatot is kimondasz, leírsz, vagy valamilyen módon feljegyzel, és nem minden egyes esetben szoktam, de amikor úgy adja magát a helyzet, hogy amúgy is egy, egy mondat közegében ismertem meg az új szót vagy kifejezést, akkor általában ezt le is szoktam írni. És ez segíthet a későbbiekben, hogy könnyebben megjegyezzem, hogy könnyebben tudjam értelmezni, szóval a példamondatokat azt én mindenképp tudom javasolni. Akkor most lépjünk át a következő tippemre, vagy az én következő módszeremre, és ez pedig a szinonimák, illetve a szituáció szavaknak a tanulása. Amikor szavakat tanulok, akkor én nagyon szeretek egyből szinonímákat is keresni egy bizonyos szóhoz. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy szerintem nagyon szép tud lenni, hogyha valaki választékosan tud beszélni, hogyha ha nem ismétli folyamatosan ugyanazokat a szavakat, hanem ismer rá más-más kifejezéseket is. Szóval egyrésztről ez az egyik oka, a másik oka pedig az, hogyha mondjuk kiírok magamnak négy szinonimát ugyanarra a kifejezésre, vagy ugyanarra a szóra, akkor nagyon valószínű, hogy nem fogom mindet használni, nem is fogom mindet megjegyezni valószínűleg. Viszont így sokkal kisebb az esélye, hogy ne tudjak egyet sem mondani, mint hogyha csak egyet tanultam volna. Tehát, hogyha egy szót megtanulok spanyolul, de csak egyféleképpen tudom kifejezni, és én ezt elfelejtem, akkor nem fogom tudni elmondani, amit szeretnék. Ellenben, ha megtanultam rá több kifejezést, akkor majd az agyad úgy is kiválogatja, hogy melyik az, amelyik szimpatikusnak, és azt fogja megtartani. Úgyhogy nálam ez eddig nagyon jól működött. A szituáció szavak esetében pedig, ami szerintem szintén nagyon sokat segíthet, hogyha megpróbálsz bizonyos szituációkban előforduló szókincset megtanulni. Például elmegyek a boltba, itt vajon milyen szavakra lehet szükségem. És akkor amit látsz, akár megkeresed helyben azokat a szavakat, vagy csak oda képzeled magad egy boltba, és akkor elkezded ezeknek a szavaknak a, a megkeresését, megtanulását, akár még szituációkat magukat el is játszhatsz, tehát egyből mondatokba foglalhatod, hogy hogyan tudnád felhasználni ezeket a szavakat a való életben. És uh, szerintem ez is nagyon sokat segít, hát ez leginkább az agyadnak egy könnyítés, hogy csoportosítani tudja ezeket a szavakat. A következő dolog, ami nekem nagyon beválik, és, és szerintem ez sokaknak működhet, az az, hogy nem a magyarról tanulsz bizonyos szavakat, hanem egy másik idegen nyelvről. Mondok erre egyből egy példát, én most ugye spanyolul tanulok, és angol és franciául beszélek. Sokszor a spanyol megfelelője valamilyen szónak sokkal közelebb áll az angolhoz vagy a franciához, mint a magyarhoz. Tehát ilyenkor automatikusan az angolt vagy a franciát írom mellé, azt próbálom megjegyezni, mert az agyamban van sokkal hamarabb így megragad, és össze tudom kötni ezeket a dolgokat, míg a magyar nyelv az elég különleges tud lenni, ami azzal is jár, hogy nem, nem igazán hasonlít a spanyolra vagy bármilyen más nyelvre. A következő pont. Mikor már túl sok Excel szavam lett, és kezdett kicsit elegem lenni abból, hogy az Excelből tanuljak, akkor úgy döntöttem, hogy ezt most átviszem egy másik platformra, és ez lett az én esetemben a Quizlet. A Quizletnél, ami nagyon-nagyon szuper volt, hogy kevesebb, mint egy perc alatt, ilyen Excelből, meg szerintem Wordből is, át tudod másolni az összes szót, amit összegyűjtöttél, és azt átkonvertálja neked a kvízlet az ilyen kis szókártyákra, ugye online szókártyákra úgymond. És ez, 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 ez eleve nagyon fantasztikus, hogy nem kellett egyesével átírnom az összes szót, úgyhogy nekem az is nagyon tetszett. És a másik, ami nagyon tetszett, én már ugye említettem korábban a kvízletet, de hogy, hogy most miért döntöttem úgy, hogy még egyszer felhozom, és még egyszer megerősítem, hogy ez egy, egy nagyon jó lehetőség a nyelvtanulásra, az az hogy képeket lehet párosítani most már a szavakhoz. És én nem tudom, hogy ez mikor újítás, én ezt csak most fedeztem fel, de számomra az elképzelés, hogy a szótanuláshoz képeket párosítsunk, az egy, egy annyira ilyen next level dolog, az egy annyira fantasztikus ötlet, úgyhogy nekem ez írtóra tetszik, és nyilván ugye a kvízletnél is meg tudod jelölni azokat a szavakat, amiket még nem sikerült megtanulnod, vagy nem vagy magabiztos benne, és utána miután végigértél a sorodon, akkor ezeket a jelölt szavakat újra és újra tudod tanulni. Egész addig, amíg végül már nem marad semmi, amiben ne lennél biztos. Persze azért a, gyakorlás, meg az olykor-olykor így az újra átnézése ezeknek a szavaknak semmiképp sem árthat, főleg abban az esetben, hogyha egyébként nem tudod aktívan használni a nyelvet, mert hogy akkor nem találkozol úgy természetes módon, vagy saját magadtól ezekkel a szavakkal, akkor ilyen mesterséges módon emlékeztetheted az agyadat arra, hogy egyébként te ezeket is megtanultad. Aztán természetesen a szókártyákat nem csak online tudsz használni, hanem fizikai formában is, és én ezeket, én ezeket imádom. Őszintén szóval én a fizikait jobban is szeretem egyébként, mint az online. Igaz, hogy itt nincs kép, viszont konkrétan ezeknél a szókártyáknál vannak példamondatok, Úgyhogy az meg rengeteget segít. A, a példamondat is úgy gondolom, hogy sokkal jobban be tudja helyezni egy kontextusba azt a szót, amit tanulsz, úgyhogy ez egy hatalmas segítség. És ami a legjobb, Például ebben ennél az esetnél, hogy én ezeket a szókártyákat, még van három ilyen csomagom, használtam, vettem, és amikor megtanulom, akkor ugyanúgy tovább fogom adni. Szóval tulajdonképpen ilyen kis szókártya csomagok akár nagyon-nagyon sok embernek is rengeteg tudást adhatnak át. A következő az a posztitek a lakásban. Ezt is említettem már, jelenleg én ezt nem használom, viszont nem szerettem volna kihagyni a felsorolásból, mert amikor arabot tanultam, akkor nekem nagyon-nagyon sokat segített annyira nehéz, nehezen tudtam szavakat tanulni, nehezen ragadtak meg a fejemben az arab szavak, hogy én felírkodtam, tehát mindent, kb. amit a lakásban így megtalálható volt, és teleragasztottam vele a lakást. Én úgy csináltam ezt, hogy akár hányszor találkoztam egy ilyen posztittel, akkor hangosan felolvastam, arabul és magyarul is, hogy könnyebben meg tudjam jegyezni, és szerintem ez nagyon sokat segít. Egyébként meglepően sok szót meg tudsz így tanulni, többet, mint amire talán számítanál, mert tényleg mindenre fel tudod ragasztani a, az idegen nyelvű megfelelőjét. A következő, ami, amit már szintén említettem, azt hiszem, de nagyon fontos lehet szerintem, ez a telefon nyelvének az átállítása. Az ott van egy plusz tapasztalatom. Ugye én átállítottam spanyolra a telefonomat, és utána egy idő után, amikor úgy gondoltam, hogy jó, megtanultam a kifejezéseket, most már tudom, amit meg lehetett innen tanulni, akkor vissza akartam állítani angolra, és az applikációk spanyolok maradtak, szóval mostantól ezután ahányszor töltöttem le valamilyen appot, az mind spanyol volt. Nem tudom megmagyarázni, de, de jól jön, mert hogy a különböző appokon belül különböző új szókincs van, úgyhogy igazából ez egy, ez egy tök hasznos dolog lehet szerintem. És ha már az applikációnál vagyunk, akkor most jön az együttműködés része a videónak, ugyanis van egy applikáció, a Xeropam, amit én korábban nem ismertem, én nem használtam, viszont hallottam róla, például Ricsi is mondta, hogy ő is tanult ezzel angolt, és megkerestek engem, hogy lenne-e kedvem kipróbálni ezt az appot, és aztán elmondani a véleményemet egy videóban, és hát nyilván nyelvtanulásról van szó, ez szerintem egy fantasztikus, tehát hogy mindig egy fantasztikus dolog találni új és új módszereket a nyelvtanuláshoz, szóval mondtam, hogy persze, akkor szeretném, szeretném kipróbálni, amit most itt egyből az elején tudnod kell, hogy nekem az előnyöm, ami ebből az együttműködésből származik, az az, hogy ki tudtam próbálni a proverzióját ennek az apnak, mert alapjában véve ingyenesen le tudod tölteni, bizonyos részét eléred ingyen, viszont hogyha az egészet szeretnéd, mindenhez hozzá szeretnél férni, akkor be kell fizetned a proverzióra. Tehát ez volt az én úgymond előnyöm, hogy ezt meg tudtam próbálni, és ezen kívül pedig kedvezménykódokat kaptam, amit tovább tudok adni nektek, és hát én úgy voltam vele, hogyha, hogy arra az esetre, hogyha valaki szeretne amúgy is angolul tanulni, tehát hogy már megvan a szándék, és mondjuk csak ezt tartja vissza, hogy esetleg túl drágának tartja, akkor, akkor miért ne, hogyha erre van lehetőségem, hogy valami ilyesmit közvetítsek, akkor nagyon is szeretnék, mert, mert én, én, remélem, hogy ez legalább, legalább néhány ember számára is segítség lesz. Szóval elkezdtem kipróbálni ezt az appot, na most ehhez azt kell elmondanom neked, hogy én már angolt így közvetlenül már nem tanulok. Dolgozom angol nyelven és használom a mindennapi életemben, de már így, így konkrétan, úgymond szándékosan, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert így már nem tanulom, mint nyelvet. Emiatt egy kicsit volt is bennem olyan olyan érzés, hogy talán ezt az appot most kipróbálom, nem biztos, hogy számomra hasznos lesz, de hogy megismerhetem, hogy esetleg más, tehát egy kezdő szemszögéből, vagy egy haladó szemszögéből, milyen lehet ez az app. És ami engem tökre meglepett, hogy nagyon is tudtam élvezni az apnak a használatát, ugyanis uh, A1-es szintől C2-es szintig van, és persze nyilván én is tudom, hogy egy nyelvet soha nem lehet teljesen tudni, én soha nem feltételeztem ezt magamról, hogy én már kimaxoltam az angolt, és nincs hova fejlődnöm, csak egyszerűen nem gondoltam, hogy egy appot egészen magas szintig is elvisznek. Úgyhogy számomra ez egy, ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, és itt is használnak képeket. Most már tudod, hogy mennyire oda vagyok ezért, a szótanulás meg a kép, képek összekötése. Szerintem ez egy fantasztikus módszer. Ami nagyon nagy előnye ennek az apnak, és először kezdem azzal, hogy ha, ingyenesen használod, mert feltételezem, hogy olyan, ö, olyanból is lesz sok, aki ingyenesen szeretné majd használni, nem szeretne előfizetni. Ha ingyenesen használod, akkor ez egy jó szótanuló app akkor itt ö, fogsz látni ugye, képeket, különböző lehetőségeket, hogy megtanuld a szavakat, ö, ismétlődőek, tehát hogy vannak ismétlődő feladatok, ismételten ö, tanulhatod meg újra és újra ugyanazokat a szavakat. Ez azért nagyon fontos, mert így tud igazán megragadni a, az agyadban. És témakörökre van bontva egyébként is az egész applikáció, nekem ez is nagyon tetszett. És most akkor térjünk át arra a részre, hogy ha, befizetsz a próra, mert szerintem ez az igazi potenciálja, vagy ez az, ami, amelyik részen igazán kiemelkedik ez az app, hogy innentől fogva ez nem csak egy szótanuló app lesz, hanem ö, benne van a szókincsen kívül a beszéd, a hallgatás, az írás és az olvasás. Szóval annyira sok területen tud fejleszteni, ami szerintem kiemelkedő, és szerintem amúgy fontos, mert hogy látnunk kell, hogy nem csak egy területe van a nyelvtanulásnak, és hogyha valaki nagyon erős lesz egy területen, attól még hiányosságai lehetnek a többi területen, és ezért szerintem fontos, hogy megpróbáljuk mindet nagyjából hasonló mértékben fejleszteni. Alapjában véve szerintem egy nagyon élvezhető módját uh, mutatja meg a nyelvtanulásnak. Az appokon keresztüli tanulást, ezt már eddig is hallhattad, hogy én hasznosnak tartottam, azt továbbra is fenntartom, hogy én ezt egy kiegészítő lehetőségnek tartom. Nem gondolom, hogy egy applikációból teljes mértékben meg lehet tanulni egy nyelvet, anélkül, hogy bármi más csinálnál mellette, én ezt továbbra is tartom. Viszont abban egészen biztos vagyok, hogy nagyon sokat segíthet, plusz ami a legnagyobb előnye, és ezt lássuk be, hogy, hogy ez tényleg sokszor vannak olyan helyzetek, amikor csak mondjuk néhány percet van, vagy valahol várakoznod kell, nyilván is nálad egy könyv vagy füzet sem, hogy tudnál úgy nyelvet tanulni, Na olyankor jön jól igazán a telefonod, hogy elő tudod venni és tudsz valami hasznosat csinálni, tudsz foglalkozni továbbra is a nyelvtanulással. Úgyhogy ilyen szempontból is én abszolút tudom javasolni azt, hogy a telefonodon legyen rá lehetőség, hogy foglalkozz ezzel a nyelvvel azokban a szituációkban, amikor nincs meg a mondjuk fullos felszerelésed, meg az Excel táblázatod a nyelvtanuláshoz. És ahogy említettem, kaptam kettő kedvezményt, az egyik az egy 70%-os, a másik az egy 50%-os kedvezmény. Az éves előfizetésre 70%-os kedvezményt adtak, és a három hónapos előfizetésre pedig 50%-os kedvezményt. Most ide ki lesz írva mind a kettőhöz a kód. És én azt szeretném neked ezzel mondani, nyilván itt nincs semmi tukmálás, ha te nem akarsz angolt tanulni, senki nem várja el tőled, hogy most csak azért is befizess egy ilyenre. Nyilvánvalóan kedvezménytől függetlenül te még fizetsz ezért a termékért, fizetsz ezért a szolgáltatásért, hogy segítsen neked az angol tanulásban. Én azt gondolom, hogy ha amúgy is tanulsz angolul, vagy amúgy is szeretnél tanulni angolul, akkor viszont ez egy nagyon jó lehetőség. Szóval, hogyha azt gondolod, hogy ez tényleg tud téged segíteni, tényleg tudod használni, és beilleszkedik a céljaidba, akkor viszont, akkor viszont, szerintem ez egy tök jó lehetőség, mert hogy nagyon nagy ez a kedvezmény, meglepődtem rajta amúgy, de nagyon örültem neki, mert hogy azok számára, akik, akik mondjuk amúgy is szemeztek vele, hogy megvennék, vagy előfizetnének rá, azoknak ez most egy, azoknak most ez, ez egy hatalmas hatalmas kedvezmény, vagy egy hatalmas könnyebbség, Remélem, remélem, hogy ez így hasznos tudott lenni számodra. Biztos, hogy észrevehetted, hogy eddig még itt nem volt együttműködés. Nem azért, mert még nem kerestek meg, volt már néhány ilyen megkeresés, de hát nem tudom, hogyha nem tudok azonosulni azzal, amiről, amiről, beszélni kéne, vagy, vagy a témával, akkor nem. Úgyhogy annyit nem ér azért nekem a dolog. Ezt viszont tényleg hasznosnak láttam, azt úgy gondoltam, hogy ezzel lehet, hogy tudok segíteni valakinek, hogyha ezt így továbbítom, és remélem, hogy, hogy, ez így is van. És nyilvánvalóan nagyon jól esik az, hogyha valaki érdemesnek tart engem arra, hogy a termékét, a szolgáltatását bemutassam, vagy hogy továbbítsam. Szóval számomra ez egy abszolút pozitív dolog, és ennyi lett volna már a videó, és nagyon kíváncsi lennék a te tanulási módszereidre, hogy te hogyan tanulsz szavakat, melyik az, amelyik jobban beválik, melyik az, amelyik kevésbé, szerintem nagyon jó kis tapasztalatcserét indíthatnánk erről. És akkor most ezt a nyelvtanulós részt ezt lezárnám azzal, hogy akkor még kettő további folytatás az, amit tervezek, és azért az érdekel, hogy, hogy szeretnéd-e látni, vagy hogy érdekele a folytatás ennek, mert nyilván nem fogom előtetni, hogyha nem. Úgyhogy ennyi lett volna már a videó, köszönöm szépen, hogy itt voltál a leges legvégéig. ez fantasztikus, és remélem, hogy nem sokára újra találkozunk. Hello, bello!